A Székelygyümölcs Egyesület farkaslaki manufaktúrájában vámfejében bárki feldolgozhatja terményeit. Kerti és vadgyümölcsökből készülnek itt szörpök, lekvárok, kompótok. Ott jártunkkor éppen szeder és áfonya lekvárt főztek, a tündérek, vitézek, csodatevő gyógyító források és ősi várak földjének lakói. Az egyesület tagjai úgy vélekednek, a legendás márkanév az eddiginél is jobb minőség elérésére ösztönözheti őket. A legjobbnál is egy kicsit jobb minőséget igyekszünk előállítani. Mindegy, hogy mennyibe adom el, amikor a néni fejé is könyörög nekem, hogy még egy adag szilvaízet, csak most már késő van, tudja, hogy nincs szilva, de kéne, mert ennél jobbat életében nem evett. Úgyhogy ez a legnagyobb büszkeségünk végül is. Hasonlóan vélekednek az ivói vathúsfeldolgozóban is. A vathús feldolgozásának nincs jelentős hagyománya Székelyföldön. A szakemberek most kísérleteznek. Saját vadaspartjukból, a vadásztársulatoktól és egy háromszéki mangalica tenyészetről szerzik be az alapanyagot. Heti mintegy 1000 kg terméket állítanak elő, és saját üzletükön kívül más székelyföldi üzletekben, vásárokon, valamint az ország nagyobb városaiban is árusítják termékeiket. Vaddisznó, szarvas, őz, medve és mangalica kiegészítővel dolgozunk. Ennek a lényege az, hogy ezek a nyersanyagok úgymond bioeredetűek, és ennek a folytatásaképpen a termelés is erre alapozódik, tehát hagyományos módszerekkel pácolunk, füstölünk, készítjük a kolbász és a sonkafélé termékeinket. A gyümölcs és vathús készítmények mellett házi kenyér, mézes kalács, tejtermékek, tésztafélék, fűszerek és teafüvek is szerepelnek a legendás termékek kosarában. A termelők többsége székelyföldi, de van a 10 partner között aranyosszéki bortermelő és torockói tejfeldolgozó is. A vállalkozásoknak törekedniük kell arra, hogy helyben fellelhető alapanyagokból helyi munkaerővel állítsák elő a termékeket. Hangsúlyozzák az ötletgazdák, akikkel a termékkatalógus fotózásán a Székely-Szentléleki tájházban találkoztunk. Van ez a legendás termékek kosár, erre például készítettünk egy számítást, hogy az a kosár, hogy létrejöjjön, hogy az folyamatosan tele legyen áruval, az 80 ember közreműködésének köszönhető. És ebben benne van a kosárfonótól kezdve, a lekvárkészítőn keresztül, benne van a laskakészítő. A cél, hogy versenyképességet biztosítsanak a minőségi termékeknek, ehhez azonban külön piac, külön kommunikáció szükséges. És itt jönnek képbe a legendák. Fazakas Szabolcs ugyanis csaknem 150 még élő székelyföldi mondát legendát gyűjtött össze az elmúlt néhány évben. Egyes településekhez több is köthető, és ezekkel vértezik fel a kezdeményezésben résztvevő termékeket. Ott van Oroszegynek egy gyönyörű mondája, az Urusos kút története. Hát miért nem mondanánk azt, hogy az Urusos kút csodatévő vizével locsolták a pálinkafát? Hiszen valahol a nyugatról jövő marketingek is, marketing kampányok ugyanerről szólnak, csak mi azért a sajátunkat fogjuk erősíteni. Ennek az a cél, hogy Bukarestben, Budapesten, székelyföldi benzinkutaknál, szállodákban az idejövő turisták hozzaférjenek, hazavigyék ajándékba, kapnak mellé egy pluszot, ugye megkapják annak a helynek a történetét, a mondáját, vagy a legendáját, és ezáltal végülis jobban megismerik azt a térséget. Kezdésként élelmiszerek kerülnek a legendás kosárba, de a kezdeményezők szeretnék további erdélyi térségekre és termékekre is kiterjeszteni a legendás termék védjegyet. Ezzel párhuzamosan a legendatérkép bővítését is tervezik.